Köszöntöm nézőinket, Lipták Péter vagyok, mutatom, mit kínálunk a mai Cikádor magazinban. 125 millió forintból fejlesztik az általános iskolát Bátaszéken. Kézműves nap a könyvtárban. A rendszeres szűrővizsgálatok fontosságára hívták fel a figyelmet Bátaszéken. Száni El Imre novella gyűjteménye az egyik legértékesebb darabja az értéktárnak. A tervek szerint szeptember végére elkészül a bátaszéki Kanizsai Dorottya általános iskola energetikai korszerűsítése. A beruházás 125 millió forintból valósul meg, erre egy pályázaton nyert forrást az önkormányzat. Szinte napi aktualitása van minden olyan projektnek, ami energetikai szempontból majd megtakarítást tud eredményezni. Egy ilyen korszerűsítés zajlik a Kanizsai Dorottya általános iskolán is, mondja Bozsalik Róbert bátaszék polgármestere. Igen jó ütemben haladnak azok a munkálatok, amelyekkel következtében ennek az épület komplexumnak két része, az úgynevezett C és D épület teljes homlokzatszigetelést fog kapni, illetve azt lehet mondani, hogy már olyan műszaki állapotban van, hogy meg is kapta, sőt most már a homlokzatnak a színrefestése zajlik. Napokon belül elkészül, ezen munkálatokon belül a lapostetőknek is a megfelelő hő, illetve vízelleni szigetelése is. A kivitelezőtől kapott tájékoztatás alapján a jövő héten megkezdődik a lapostetőre annak az 50 kW-os naperőműrendszernek a feltelepítése, ami nagyban segíti majd, hogy az épület villamosenergia költségei kicsit jobb állapotba kerüljenek, és még egy napkollektornak az áthelyezése fog megtörténni. Mindez abból a 125 millió forintból valósulhat meg, amelyet az önkormányzat pályázat útján nyert. A befejezési határidő az október, de a kivitelezőtől kapott tájékoztatás alapján nem szeretnének addig ezekkel a munkálatokkal itt időzni. Mi úgy gondoljuk, hogy szeptember közepére azért teljes egészében első osztályi minőségben át tudjuk majd venni ezt a beruházást. Alapvetően ezek az épületek több időintervallumban létesültek. A C épület rész, az úgynevezett régi gimnáziumi szárn, az valamikor az 50-es években került megépítésre, 1950-es években. A C épület, a mögöttünk álló második legújabb szárn a 80-as években készült. Az egyik az téglaépület volt, a másik az betonépület volt, tehát ellenkező hőtechnikai tulajdonságokkal rendelkeztek. A polgármester elmondta, hogy 2008 és 2010 között az épület komplexumot már 1 milliárd forintból részben korszerűsítették energetikailag. Új fűtési rendszert építettünk ki, nyilászárócserék történtek meg, villamoshálózat korszerűsítés történt, de akkor ezek a források nem voltak elegendőek egy szigetelési munkára, ezeket tudtuk most ebből a pályázatból megvalósítani. 126,5 millió pontosan az az összeg, ami magának a kivitelezésre szánt összeg. Ezen felül van még egy 10-12 millió forintos úgynevezett soft költségek, tehát olyan 135 millió forintra tehető az az összeg, amit pályázat útján erre a beruházásra tudunk költeni. Fonal, kartonpapír, olló és ragasztó, ez a néhány eszköz elegendő arra, hogy akár órákra lefoglalják magukat a gyerekek. A bátaszéki Keresztély Gyula városi könyvtárban minden nyáron alsó tagozatos fiatalok töltenek el egy-egy délutánt az intézményben. Hát nézd csak, itt van a közepe a virágnak, ezek meg a szirmaim, tehát persze lehet több is, igen. Bátaszéken már több éve hagyomány, hogy a helyi könyvtárban a nyári szünetben heti egy alkalommal kézműves foglalkozásokat szerveznek gyerekeknek. Ez most már egy 6-7 éve tart, ugye volt ez a lezárásos időszak, de most hál' Istennek ismét visszajöhettek a gyerekek. Ezt megkérdetjük Facebook, illetve a honlapoldalunkon, barátoknak, ismerősöknek szólunk, és általában alsó tagozatos, illetve óvodáskorú gyermekek jönnek erre a foglalkozásra. Itt kitaláljuk, hogy milyen foglalkozások legyenek, készítek előre sablonokat. A könyvtárban rengeteg kartonpapír és fonal van, illetve olló és ragasztó is mindig rendelkezésre áll. A gyerekek szívesen használják, és azt vettem észre, hogy nem tudnak csomót kötni, nincs türelmük, úgyhogy olyanféle játékokat, illetve feladatokat, kis barkács dolgokat keresek, ami kicsit egy kis kitartóvá teszi őket, illetve ezeket a dolgokat meg tudják tanulni. A tű használata, az olló használata, a radír, a fonalaknál ugye a sok szín, úgyhogy ez általában meghozza a kedvüket, és szívesen itt vannak velünk. Most ebben az évben bevezettük még azt, hogy papírszínházas előadás, akkor átvonulunk a másik terembe, és ott van egy mese,
A meséhez mindig keresek feladatokat, akkor fel tudnak állni, azt megbeszéljük a mesét, annak a tartalmát, a szereplőket, az egész egységét, és akkor ahhoz még egy kis mágnestábla segítségével kérdésekre válaszolva egy új képet tudnak alkotni, ők fölállnak, kijönnek, és akkor az is egy kis színesítik az egész délelőtti folyamatukat. Aztán itt átjövünk, és akkor szintén még barkácskodunk, egy kicsit kézműveskedlek. Azonban nem csak a gyerekeknek szerveznek foglalkozásokat. A kézműves program az pontosan innen jött, hogy a húsvét volt az első olyan kézműves foglalkozásunk, hogy gyerekeket szólítottuk meg, és ugye a szülő elkíséri a gyereket, és őnekik volt a kérésük, hogy ez olyan jó dolog, hogy ne csak a gyerekeknek legyen, hanem legyen a felnőtteknek. És erre vezettük be az adventi, illetve az őszi, karácsonyi, téli időszakra a kézműves foglalkozást, amit főként már felnőtteknek hirdettünk, mert ott már olyan dolgokat tudnak elkészíteni, ami a karácsonyváráshoz tartozik. Grafikával készültem elsősoron karkötőt, és különböző kis formákat vágunk ki, amit utána fonalnal be tudnak tekerni, és abban egy szép képet tudnak alkotni. Kis kukacot, százlábút, szívecskét, virágot, felhőt, cicát, olyanokat, ami egyszerű forma, és ami körülveszi őket, amivel egyébként is találkoznak. Farkas Ada nem először jár a táborban. Kézműveskedünk, meg olvasgatunk. Ada egy színes karkötőt készített. Számolunk háromig, és akkor a harmadikat odarakjuk az üres részhez. Villányi Luca azt mondja, szeret kézműveskedni. De azért, mert otthon unatkozok, mert nincsenek testvéreim, és hát azért. Luca választása egy fonalhernyóra esett. Így félbehajtjuk, és akkor így átbújtatjuk is úgy már, megcsomozzuk is, kész. A gyerekek többsége otthon is szívesen alkot. Szoktam az öcsikével is, meg ő is nagyon szeret. Szoktunk festeni, rajzolni, meg hajtogatni. Rögtön látni akarják, hogy legyen eredmény, hogy legyünk már kész. Hát ezek a dolgok nem olyanok. De színesek, és elkészíthető, rövid idő alatt elkészíthető, hogy rövid idő alatt már van eredménye. Kitartásra azért szükség van, de ez a korosztály, én úgy gondolom, hogy a picik, a kis óvodás, meg mondjuk az alsó, egy-kettő, a harmadik tagozatig nekik azért van bőven türelmük, de most bejárnak nagyok is, akik segítenek, akik itt vannak, és van, amikor ők még nagyobb türelemmel és örömmel részt vesznek, és csinálják ezeket a kis kézműves dolgokat. A Bátaszéki Egészségnap alkalmával megrendezett szűrővizsgálatokon bárki átesthetett vérnyomásmérésen vagy vércukorszintvizsgálaton. A 2018-ban létrehozott egészségfejlesztési iroda számos programmal próbálja népszerűsíteni a megfelelő életvitel fontosságát. Vércukorszint, vérnyomás és testösszetételmérésen is részt vehettek azok, akik ellátogattak a Bátaszéki Egészségnapra. A szexádi járásban már nagyon sokan tudják, hogy egészségfejlesztési iroda működik 2018 óta a Tolna megyei Valassa János Kórház berkein belül egy pályázatnak köszönhetően. Jelen pillanatban a pályázat fenntartási időszakát éljük, de ugyanúgy csinálunk mindenféle programot. Szexádi járás 17 településén dolgozunk, és a 17 településen egészen a várandóságtól kezdve az időskorig nagyon sok programot és lehetőséget kínálunk a lakosság számára, hogy az egészség megőrzését tudja valamilyen formában, kordában tartani. A mai napnak az apropója az, hogy egészségnapot tartunk Bátaszék városába, és tulajdonképpen ez egy sorozatnak a része. A sorozat az pedig onnan adódik, hogy a dr. Tóth János szülésznőgyógyász-onkológus főorvos úr
szintén járja a megye településeit, és nőgyógyászati citológiai vizsgálatokat végez, illetve emellett bőrgyógyászati szűrést is végez, illetve az emlő vizsgálatát is megteszi, illetve megtanítja az odabetérő asszonyoknak. Mi csatlakoztunk ehhez a programhoz, mégpedig a Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály közreműködésével, hiszen ott a szűrési koordinátor, aki ezeket a szűréseket szervezi, és ennek kapcsán csatlakoztunk mi ehhez, és most már több településen voltunk így a Tolna megyébe, illetve a járásba. A rendszeresen elvégzett szűrővizsgálatok nagyban hozzájárulnak az egészség megőrzéséhez, hiszen időben képesek kiszűrni egyes betegségeket. A nőgyógyászati vizsgálatokon kívül, amit az egészségfejlesztési iroda végez, az vérnyomásmérés, vércukormérés. Ugye mindenki számára tudott az, hogy ezek népbetegségek, tehát ezt csináljuk, hogy megmérjük a vérnyomást, megmérjük a vércukrot, és hogyha ott emelkedettebb, magasabb értéket találunk, akkor azt mindenképpen megbeszéljük a hozzánk betérőkkel, és hát házi orvoshoz vagy szakorvoshoz irányítjuk. A másik közkedvelt vizsgálat, most főleg a Covid óta, ez a véroxigénmérés, úgyhogy ezt is meg szoktuk mérni. Ez különösen azoknak érdekes, akik dohányosok. De akik dohányosok, őnekik szénmonoxid mérést is tudunk végezni, ami megmutatja, hogy gyakorlatilag ugye maga a dohányzás mértékéből adódóan, hát mennyire csökkent a tüdőkapacitás. Tehát ilyen értelemben meg szoktuk ajánlani a dohányzásról való leszokás lehetőségét. Szintén népbetegségnek számít az elhízás, melynek leggyakoribb oka a kevés testmozgás és az egészségtelen étkezés. Testösszetételmérést csinálunk, amiben a maga a testzsír, a zsigeri zsír, ami ugye különösen a hasi szervek között rakódik le, ezeknek a mérését, és megbeszéljük a páciensekkel, vagy a kliensekkel, akik meglátogatnak bennünket, hogy gyakorlatilag mi lenne az út, amivel az egészségükért többet tehetnének. Úgyhogy mi a mai napon ezt tesszük, és mindenkit szeretettel várunk, aki betér hozzánk. Elég sok helyen voltunk most, akár a településeken, de falunapokra is megyünk hétvégente, és ott is azért olyan 30-an, 40-en, 50-en azért meglátogatnak bennünket, és szokták kérni ezeket a méréseket, és nagyon, akik minket meglátogatnak, nagyon hasznosnak érzik. És sajnos azt is el kell mondanom, hogy bizony vannak fiatal emberek, akiknél én magam is a múlt alkalommal, nem mondom melyik településen voltunk falunapon, 180-as vérnyomást mértem. Hát azért az nagyon magas, és ő nem tudott a magas vérnyomásáról, és 20x éves volt. Tehát nyilvánvaló, ilyenkor azért nagyon oda kell figyelni, és minél előbb orvoshoz irányítani a pácienst, hiszen ő neki még nagyon sok van vissza az életéből, és az nem mindegy, hogy hogy éli le. Az emberek számára fontos lenne a szűrővizsgálatok fontosságának felismerése, de nagyon sokan még véradásra sem járnak el. A média is egyébként nagyon segítőkész, mert hát a televízióban is többször voltunk már, a rádióban is, meg egyéb újságokban, stb. Az nagyon nagy segítség egyébként. De összességébe véve, most már van Facebookunk, a fiatalok azt tudják kezelni, és akkor gyakorlatilag ott is meghirdetjük ezeket a programokat, a plakátok kikerülnek az adott településekre. Tehát összességébe véve azért, ami tőlünk telik, azt megpróbáljuk megtenni, és ha valakivel már sikerül beszélgetnünk, akkor már azt gondoljuk, hogy nagyon sok mindent tudunk azért segíteni abban, hogy ő valóban fontos legyen az egészsége. De ha megengedi, akkor én azt még elmondanám, hogy aki minket meglátogat, ő neki alapból fontos ez a téma. Aki nem látogat meg, na ott van a probléma, mert ugye ő még nem is jutott el arra a szintre sem, hogy húha, tényleg kéne egy vérnyomás méretnem, hiszen itt van a lehetőség, és ezt tapasztalatból mondom, hogy majdnem úgy vadászom be néha az embereket, hogy tessék már bejönni egy vérnyomásmérésre, semmi probléma nem lesz belőle, és hát akkor talán bejönnek. Tehát, hogy azokat kéne elérni inkább, akik kevésbé foglalkoznak ezzel a témával. Aki a jövőben szeretne részt venni a szűrővizsgálatokon, a Tolna megyei Balassa János Kórház egészségfejlesztési irodájában tájékozódhat a részletekről. A Tolna megyei értéktár részét képező helytörténeti gyűjtemény található a Bátaszéki Keresztély Gyula városi könyvtárban. Az írott források a település múltját örökítették meg, melyeket Nagybecsben tartanak az ott élők. Ez volt a legelső kiadás. Aztán utána megjelent ez a másik kettő kötet, viszont itt látod, van egy luk. Ezzel a mai napig senki nem foglalkozik.
Bátaszék történetéről és történelméről sok írott forrás található a múltból. Több évszázadra visszamenőleg vannak utalások a településen élők munkásságáról és mindennapjairól. Ezekre az anyagokra már kincsként tekintünk. Az értéktárban szereplő könyvek azért különlegesek, mert nyilván olyas falakik írták, akik erősen kötődnek Bátaszékhez. Bátaszék szülötte, vagy elszármazott, de kötődik bármi módon Bátaszékhez, és számára az fontos, hogy az itt élőknek valamiféle papíralapú nyomot hagyjunk. Ugye mai világban olyan sok minden van, ami úgy jön az információ, találkozunk vele, elmegy, viszont egy könyvtárban főként egy gyönyörű szép kivitelű könyv, amely ráadásul még helytörténet is az értéket képvisel. És mi ezeket szeretnénk mindenképpen közvetíteni az itt élők felé, az olvasók felé, mert ezek valóban értékek. Tehát amikor megjelenik egy településről, például azzal a címmel, hogy a világ közepe, és akkor Bátaszéken mindenki tudja, hogy azt a könyvet kiírta, aki már ugye sajnos nincs velünk, de viszont hatalmas értéket képviselt, mert például konkrétan ez a könyv az a 20. századot úgy leírja a település életében, hogy minden fontos esemény, szereplő, egy hétköznapi, az a különös benne, hogy olyan szintre emeli a hétköznapokat, hogy az ember vágyik arra, hogy ezeket a hétköznapokat meg tudja élni. Tehát, hogy időnként sokkal nagyobb jelentősége van egy nagyon jó és csendes, békés hétköznapnak. Nem gondoljuk, mert ugye ünnepekbe ünnep, jön, készülődünk, nem. A hétköznapok, hogy amikor dolgozunk, vannak feladataink, azokat végig kell csinálni. És ezt annyira szépen például ez a könyv leírja, hogy aki ma elolvassa, és mindegy, hogy egy kis fiatal, vagy pedig egy 80 éves, ugyanazt az élményt fogja kapni. A világ közepe című novella gyűjtemény egy közkedvelt műnek számít a bátaszéki emberek körében. Egy idős bácsi írta le, az az érdekes, hogy ő itt volt nálunk bemutatni a könyvét, és ez most már lassan 10 éve volt, és ő azt mondta, hogy hát szabadkozott, hogy nem, mert ez biztos, hogy nem érdekel senkit, és akkor megkértük, hogy ünnepi könyvét, tehát mi méltóbb egy bemutatkozása, mint egy ünnepi könyvét, és ő elfogadta a meghívást, és nagyon sokan voltunk. Hatalmas élmény, tehát én azt mondom, hogy közel 10 év után is élmény, sajnos ő már nem ér, őt úgy hívták, hogy Szányel Imre, és Imre bácsi leírta, ő írta meg ezt a bizonyos 20. századot, de úgy, hogy kitekintést adott a környező településekre, Grábócra, Tolnára, Pécsre, és akkor sorolhatnánk, és benne volt a múlt is olyan formán, hogy gyönyörű szépen rátette egy-egy novelláját egy mondára, vagy egy tőle korábban hallott elbeszélésre, és akkor úgy gondolta, hogy ezt egy kicsit ott a történet magva, azt akkor most kifejtem. És megjelent benne Bátaszék, és egyszer csak itt van, és ezt bármikor elő lehet venni, és el lehet olvasni. Nagyon érdekes gyűjtemény egyébként. Bátaszéknek nagyon gazdag sporttörténete is van, de ezen kívül még iskolatörténeti kiadványok is találhatók a könyvtár tulajdonában lévő helytörténeti gyűjteményben. A sporttörténelemben az az érdekes, hogy van egy kutatónk, aki ezt szépen megírja. Tehát, hogy jelen van, követi, mindig egy-egy fejezettel valami módon megjelenik. Aztán a Bátaszék céhesiparáról jelenik meg, ezek végül is nem igazi könyvek, tehát azt mondjuk el, füzetecskék. Na de nekünk az is fontos, hogy ott van egy helyen, tehát le van írva. Van mihez hozzányúljak, nyomon tudom követni. És az az érdekes, hogy Bátaszék történetéről, külföldről is van érdeklődés. Például ugye a 30-as években, közel 100 éve már ugye, a bátaszéki céhesiparosok, köztük a köművesek, ők kint voltak külföldön, nagyon sok munkát végeztek kint, és akkor hát külföldről egy nagy követség érdeklődött a mi könyvtárunkba, és ez nekem egy hatalmas élmény, el kell mondjam, hogy hát akkor, ha tudnánk nekik helytörténeti anyaggal segíteni, akkor ők azért annyira hálásak lennének, és akkor leveleztünk. Úgy gondolom, hogy ez mindenki számára elérhető azzal, hogy eljön, elolvassa, kikölcsönzi, megnézi, mert ezeket nem szabad így elhagyni, hogy csak jó, hát van, tudunk róla, van, létezik, de nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy olvassuk, legyen jelen a mindennapjainkban. Több olyan írott anyag is található a könyvtár tulajdonában, amiknek hiánya igazi veszteség lenne a település számára. Például gyűjtünk vasútvonalat is, ugye Pécs-Bátaszék, hát sajnos nem létező dolog már, de ott van mögötte az élmény, hogy hát akik annak idején vasutaztak rajta, hát szerintem
attól nagyobb élmény nem igazán kellett, hogy ezen a szép, hosszú, kanyargós úton oda-vissza az ember elutazott, viszont ennek van helytörténeti nyoma is. Tehát például ezt is kutatjuk. És akkor ugye kiérünk oda a végére, hogy hát mi másról szól a történet, hogy mindezeket össze kéne szedni valahol. Tehát az értéktár, meg az értéktári tevékenység tulajdonképpen erről szól, hogy ezeket a nyomokat ne hagyjuk elveszni, ez maradjon meg mindannyiunk számára. A bátaszéki Keresztély Gyula városi könyvtárban több olyan kiadvány is található, melyek a Tolna megyei értéktár részét képezik. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!